Bata Dórián vagyok, a Petőfi Sándor általános iskola történelem tanára, és szeptember óta tanítok itt az iskolában. Friss pályakezdőként nagy lehetőséget láttam abban, hogy hamar munkába álljak, és azóta is gyűjtöm a tapasztalatokat a szakmámban. Jó napot kívánok, Dobardán! Szervusztok! Történelem tanár vagy, szereted a történelmet. Mióta tart ez az érdeklődés a téma iránt? Az érdeklődés már egész pici koromban elkezdődött. Az első történelemmel kapcsolatos élményem talán az, amikor megrajzoltam az első történelem könyvemet, 5 éves voltam, még írni nem tudtam. Amikor gyerek voltam, akkor nagyon szerettem a meséket, nekem a szüleim rengeteget olvastak, de egy idő után kezdtem megunni a meséket, a tradicionális értelembe vett meséket, és kezdett érdekelni a történelmi témájú olvasmányok, amik ugyanígy képekkel voltak színesítve, és így lassan a létező történelmi személyekről szóló mesékről, ugye mesékkel kerültem kapcsolatba a valódi történelemmel. Ezek a történetek ejtettek rabságba, és ez a szeretet nem szűnt meg azóta sem. Mennyire volt nehéz az egyetem? Nagyon nehéz volt. Én Bácsföldváron, illetve itt Tóbecsén jártam iskolába. Itt ugyebár rengeteg magyar van, elég sok magyar van, és ez emiatt a szerb tudásom nem volt tökéletes. Én szerb nyelven végeztem az egyetemet Újvidéken, és ez elég nagy kihívást jelentett, de néhány év után, talán már a tanulmányaim felénél kezdtem leküzdeni ezt az akadályt, és ma itt állok befejezett egyetemmel, és folytatom még mindig egyébként az egyetemi tanulmányaimat. A történelem nem csak egy tantárgy. Mit jelent neked maga a történelem? Ja, a történelem az egy rendkívül hálás tantárgy ilyen szempontból, hiszen a történelem az rólunk, emberekről szól. Akkor, amikor én történelmet tanítok, akkor a gyerekeknek a saját múltjukról és önmagukról, illetve az én saját múltamról, a családomról, a nagyobb, tágabb közösségünkről mesélek, és ennél fogva a gyerekeket gyakran érdekli az, amiről szó van, gyakran vannak kérdéseik, gyakran tudnak hozzászólni, és lényegében úgy érzem mindig, hogy minden egyes órával az életre készítem fel a gyerekeket, és hozzájárulok ahhoz, hogy jó emberek is sikeres felnőttek legyenek majd egy nap. Jó napot kívánok! Tessék bele átmenni. Nem a legnépszerűbb tantárgyak közé tartozik a történelem, tele van nevekkel, dátumokkal, sokat kell tanulni. Hogyan lehet mégis ezt a témakört közelebb hozni a diákokhoz? Hogyan lehet egyáltalán megszerettetni velük? Ez egy nehéz kérdés, mert igen, a diákok nem nagyon szeretik magolni a neveket, dátumokat, viszont nagyon szeretik a történeteket. Megpróbálom néha mesés módon előadni azt, ami történik, illetve az előadás módomra nagyon sokat fektetek, azonban elkerülhetetlen az, hogy a dátumokat, a fontosabb neveket, eseményeket megtanulják, adott esetben sajnos bemagolják a gyerekek. Ugye el kell dönteni azt is, hogy mikor elkezd az ember akármelyik iskolában tanítani, mondjuk én általános iskolában, akkor nekem figyelembe kell vennem azt, hogy ez a tudás, amit most építünk együtt a gyerekekkel, ez egy alap kell legyen arra, hogy ők a középiskolában folytassák tanulmányaikat. Ennél fogva sajnos nem tehetem még azt, hogy a gyerekekkel minimális, vagyis hát, hogy kihagyjuk teljesen a magolás részt, ugyanis akkor nehezebben fog vele dolgozni a következő tanár, akinek majd átadom ezeket a gyerekeket, és azok, akik viszont nem mennek aztán olyan iskolába, ahol ez olyan nagy követelmény lenne, hogy ismerjék a történelmet. Ugye őnáluk egy kicsit, az ő esetükben egy kicsit lehet talán lazítani, de hát a tanár munkájában ez nem így néz ki. Sajnos minden diáktól ugyanúgy, ugyanazokat a követelményeket el kell, hogy várjam. Fölírjuk címnek azt, hogy Mátyás király. Ugye ez nagy címünk. Mátyás király, ez lesz a címünk,
És felírjuk azt is, hogy 1458-ban ugye megválasztják királynak. Mennyire kötött a tanár keze, mondjuk a tanterv, mennyire rugalmas? A tanterv azt mondhatom, hogy elég rugalmas, ugye elő van nekünk írva az, hogy körülbelül mit is kell előadnunk, a tankönyvek ebben nagy segítségünkre vannak, hogy mi is az, ami egy évben a tantervnek ugye a tartalma, amiről szól, azonban van lehetőségünk arra, hogy meghatározott óra számot, százalékban kifejezve, szabadon válasszunk meg. Ugye ez nagy segítség olyankor, amikor mondjuk a magyar történelmet kell tanítani, hogy ugye esetenként nagyobb óraszámban foglalkozzunk a nemzeti történelemmel, mint ahogy az elő van írva, vagy előre van látva, esetleg a törvényileg, vagy esetleg ugye a tankönyvek által. Olyan idős, mint a nyolcadikos fiúk most. Ugye most képzeljünk el egy nyolcadikos fiút egy ország élén, kicsit nehéz elképzelni. Mit gondoltok, miért van az, hogy Hunyadi Mátyást választják mégis meg a rendek, a nemesek királyuknak? Valakinek van gondolata? Tessék, Áron. Mert fiatal, és akkor könnyen manipulálják. Ugye, ez egy ilyen dolog, amit a felnőttek úgy hisznek, hogy még sok esetben így is van, hogy a gyerekeket könnyű manipulálni, könnyű befolyásolni, és úgy gondolták, hogy az ifjú Mátyást majd a nemesek, a magyar nemesek majd könnyen irányítják, és így a magyar király lényegében azt fogja csinálni, amit ők mondanak. Melyik rész az, amit mindenáron mindenkinek meg kell tanulnia, és miért? Ugye én az egyetemen is a szakirányomat az újkor történelmében találtam meg, ez nem véletlen, hiszen a mostani társadalmunk az nagyrészt a 19. századnak az eredményeire épül. Tehát a nemzet és a nemzeti történelem számomra nagyon fontos, és ugyanígy fontos a modern gazdaságnak, a kapitalizmusnak, amiben élünk, a megértetése a gyerekekkel. Ugye ez két olyan alap, ami mai napig a társadalomunknak a két tartó oszlopa. Ezt meg kell érteni a gyerekeknek, meg kell érteni a különböző politikai irányzatokat, alapvetően, hogy mi az, hogy konzervativizmus, mi az, hogy liberalizmus, mi az, hogy demokrácia, nemzeti, vagyis ugye képviselet a parlamentekben, országgyűlésekben, ezek mind-mind olyan intézmények, amiket ma is használunk. Mi az alkotmány például? A kapitalista gazdaságnál mi a tőke? Hogyan működik egy gazdaság? A piacnak mik a szabályai? Mik a céljaink ugye az ilyenfajta gazdaságokban? Ugye ez mind úgy foglalkozunk vele, mintha ez a 19. századhoz tartozna, de közben sok szállal kapcsolódik ugye a mai társadalomhoz, és aztán, amikor haladunk tovább 8. osztályban, amikor rátérünk a mai világeseményeire, ott is nagyon fontosnak tartom azt, hogy kiegészítsük azt, hogy miben változik meg ez a fajta világ ugye 100 év alatt. Hogy mik azok az aktuális kifejezések, amikkel találkozunk, mint a tömegkultúra, vagy a tömegfogyasztás és a tömeggyártás. Ugye Mátyás király egy hatalmas uralkodó volt, korábban Európa egyik legerősebb uralkodója, és ettől és ennek köszönhetően ugye más nemzetek is, más országokban a gyerekek is tanulják őt. Többek között ugye Romániában tanulják, szerb gyerekek is tanulják Mátyást, illetve hát Szlovákiában, vagy bizonyára Ausztriában, Csehországban is fölmerül az ő neve, és külföldön Hunyadi Mátyás nem Hunyadiként, hanem Korvin Mátyásként ismerik. Gyerekek, mint gyerekek, őnekik az élet egyelőre a játékról szól, és erről is kell, hogy szóljon. Nem tudom azt elérni, hogy ők ezeket a dolgokat 100%-ig megértsék. Ezek komoly témák, ezek olyan dolgok, amik talán nem is feladata egy általános iskolás tanárnak, hogy megértessen úgy, ahogy azok valójában működnek. Viszont elengedhetetlen az, hogy ezekről a fogalmakról halljanak, illetve nagyon fontos szempont nekem, hogy azok a diákok, amelyek kiemelkednek, tehetségesebbek, mint a többiek, vagy inkább úgy mondom, jobban megfelel nekik ez az iskola rendszer, mint a diákok többségének, azokat rábírjam állítani egy olyan pályára, ahol
ugyebár ezeket a tudásokat már pár év múlva jól fel tudják használni, illetve erre jól tudnak alapozni akár a saját jövőjüket, hiszen bármit is csináljanak az életben, ezek a tudások, alapvető tudások nélkül nem fognak sokra menni, vagy nem lesznek annyira sikeresek, inkább így mondom. Milyen eszközök állnak a rendelkezésedre, tudva lévő, hogy modern iskoláról van szó? Ebben az iskolában tényleg bármilyen feltételünk, vagy bármilyen igényünk lenne, vagy lehet, az teljesítve van. Én maradtam ezek mellett is a tradicionális eszközöknél, és ennek a fő oka az, hogy a gyerekek már eléget vannak éppen a modern technológia mellett. Szóval én egyáltalán nem vitatom azt, és támogatom azt, hogy a többi tanár modern technika mellett oktassa a saját tantárgyát. Ugye van egy pár dolog, ahol ez elengedhetetlen, mint például az informatika, ahol a modern technika, technológia ismerete nélkül el se lehet képzelni az oktatást. Azonban a történelem visszanyúlik a múltba, a múlttal foglalkozik. Talán nem baj, hogy csak kicsit konzervatívabb eszközöket használunk, illetve muszáj a gyerekeknek továbbra is tudni azt, hogy hogyan írunk kézzel, hogyan gondolkozunk ugye technika nélkül, hogyan használunk, olvasunk le térképet, és hogyan használunk könyvet, tankönyvet. Mert rohanó világban élünk, ez bizonyos, és ezek a gyerekek mindinkább kivannak téve ennek a rohanó világnak ugye a technológiai eszközeivel, fejlődésével, gyakran olyan dolgokhoz értenek, amihez nem ugye a szüleik, hanem én sem értek, azonban a gondolkodás módunkat az új technológiák nagyban befolyásolják. Ugye mondanom sem kell az, hogy az ember az eszközeivel, amiket használ, fejlődik. Ahogy egy új eszközt, egy új módszert felfedez, rögtön a világra, a világnézete is megváltozik. Ahogy az ember kiegyenesedett, megváltozott körülötte a világ. Ahogy feltalálta a tüzet, szintén. És haladhatunk így az írás feltalálásával, a könyv nyomda feltalálásával, ugye a számítógép, és most abban a világban élünk, ahol az internet az, ami megváltoztatja a gyerekeknek és nekünk is a világnézeteinket, és azt a módszert, azt a módot, ahogy mi a világra nézünk. Na most ilyenkor a gondolkodásmód is megváltozik, és a gyerekeknek jó, ha több lábon állnak, és tudják azt, hogy a régi módszerekkel is hogyan lehet ugye boldogulni a mindennapokban, mert más az a gondolkodás, mikor az ember, ugye csak az újságírókra gondolunk, mások azok a gondolatok, amik egy laptop előtt gépelve jönnek az ember, vagy jutnak az embernek az eszébe, vagy ahogy fogalmaz, és más az, amikor kézzel, füzetbe, időt rászánva ebben a rohanó világban ugye az ember alkot. Ez legyen meg hétfőre, ha nincs meg a házi, akkor tudjuk, hogy azért mi áll. Úgyhogy most kezdhették pakolni, és lehet lassan menni. Én pedig megköszönöm, hogy ma is ilyen figyelmesen kísértétek végig az órát. Mindig tanár szerettél volna lenni? Kifejezetten tanár szerettem volna lenni, talán nem tudom ezt megmondani. Ugye a történész szakma, mert foglalkozásom szerint én történész vagyok, szóval egy olyan személy, aki tudománnyal foglalkozik elsősorban, és ahhoz kapcsolódik ugye az oktatói munka. Amikor elkezdtem az egyetemet, akkor talán ez volt a fő cél, hogy egyszer majd tudománnyal foglalkozzak, de sosem zártam ki a tanári szakmát. A tanári szakma az egy hálás szakma valamikor. Ugye rengeteg, legtöbben azt az érvet szokták fölhozni, hogy anyagi vonzata azonban nem sok van. És hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy minket tanárokat ez nem érdekel. Nagyon is foglalkoztat minket az, hogy mennyit keresünk, hogy keresünk, kifizetik-e azt a rengeteg munkát, amit mi beleülünk a tanításba. Viszont abból a szempontból hálás, hogy ha nem is fizetnek minket ki, talán mindig van ennek a munkának eredménye, hiszen látjuk, hogy a gyerekek a kezünk között formálódnak, jobbak, ügyesebbek lesznek, és szerintem egy tanárnak annál nagyobb sikerélmény nem is kell, mikor azt látja, hogy azok a növendékek, akik a keze között nevelkedtek, később az életben sikeresek. Ugye én néhány hónapja vagyok tanár, nekem még meg lehet engedni a naivitást, kellően naív is vagyok,
de én nekem az évem legboldogabb pillanatai közé tartozik az, amikor látom, hogy a gyerekek, akiket tanítok, fejlődnek és sikeresek. Szóval az, amikor eldöntöttem, hogy nem lesz tragédia, nem lesz az gond, hogyha egyszer én mégiscsak tanárként fogok munkába állni, nagyon tisztán emlékszem erre a pillanatra, mert úgy gondoltam, hogy annál nagyobb boldogság talán nem érheti az embert, annál tisztább öröm nem érheti az embert, mint hogyha látja azt, hogy a körülötte lévők ugye előre haladnak, javulnak, jobbak lesznek, és hogyha nem csak látja, hanem részt is vesz benne, az tényleg egy olyan öröm, egy olyan boldogság, amit nem sokan kritizálhatnak, még hogy helytelen. És ez egy régi gondolatom, de mai napig ez egy alapelvem, amikor elindulok dolgozni, hogy ezt az alapelvet kövessem, szóval lássam azt, hogy a körülöttem lévő, akár a környezet, akár a gyerekek, akiket tanítok, javulnak és jobbak lesznek.